Fiatalok és ígéretesek. Így tréfálkoztak a fiatalok párbeszédben a hatóságokkal és a társadalommal elnevezésű fórumon, amelyet Ungváron szerveztek meg a fiatalok nemzetközi napja alkalmából. Hazánkban 2021-ig júniusban méltatták az ifjúság napját. Egy elnöki rendelettel tértünk át erre az új augusztusi dátumra, amit helyesnek tartunk, mert ez az európai integráció egyik első lépése, hogy a fiatalok integrálódnak a nemzetközi közösségbe. A fiatalok és a hatóságok, valamint a civil társadalmi intézmények képviselői közötti párbeszéd erősítésére összpontosítottunk. Más országokból is érkeztek vendégek, civil ifjúsági szervezetek képviselői is jelen vannak. Van, aki online csatlakozik, és van, aki itt lesz. A résztvevők között vannak régiónk aktív fiataljai, a kistérségekben változtatásokat végrehajtó, kezdeményezéseket megvalósító hajtóerő, az ifjúsági tanácsok, ifjúsági központok. Képviselői, mindazok, akik az állami ifjúságpolitikát alakítják ki a közösségekben. A fórum régiónk aktív fiataljainak méltatásával vette kezdetét. A díjazottak között volt Lilia Ivasko, az ifjúsági tér civil szervezet projektkoordinátora, aki Ukrajna ifjúsági és sportminisztériuma kitüntetését vehette át. Ez a kitüntetés civil szervezetünk tevékenységének elismerése a kárpátaljai és ukrajnai ifjúságpolitika fejlesztésében. Az elmúlt évben számos jelentős fejlesztési projektet valósítottunk meg, amelyek eljutottak a kárpátaljai fiatalok többségéhez. Hálásak vagyunk, hogy munkánkat elismerték, és nem maradt észrevétlen. Külföldi partnerek is csatlakoztak a fórumhoz, néhányan közvetlenül, mások online. Ez a rendezvény, mint a címében is benne van, fiatalokról szól. Mindig nagy öröm látni, hogy felnőtt új a generáció, hiszen általuk gazdagodik a nemzet. Sajnos nem múlhat el új rendezvény, hogy elfeledkezhetnénk a már több mint 2,5 éve tartó szörnyű háborúról, amely mindannyiunk életét végérvényesen nehezebb irányba megváltoztatta. Szeretném itt ezen a rendezvényen is kifejezni, hogy a magyar kormány kiáll Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett, elítéli az agresszort, és Magyarország a magyar társadalom mindig is szolidáris Ukrajna népével, hatalmas összefogással, humanitárius segélyekkel támogatja Ukrajnát, és segít a menekülteket nem csak Magyarországon, hanem itt Ukrajnában is. Most egy fiatalokról szóló konferencián vagyunk. Hogyan tud segíteni Magyarország az ukrán fiataloknak? Úgy, hogy például most nyitották meg Krisina képviselő asszony részvételével és a magyar kormány támogatásával az első magyar-ukrán két anyanyelvű iskolát, melyben 650 diák tanulhat az elsőtől 12 osztályig. Az a tény, hogy egy ilyen fórumra sor került, azt mutatja, hogy az ukrán fiatalok aktívak, kezdeményezők és hajthatatlanok. Az ifjúság a jelen, a holnap és a jövő, és attól, hogy mi az állami szervek mennyiben tudjuk segíteni a fiatalok önmegvalósulását, nagyon sok függ. Megvalósítás, az új munkahelyek, az Ukrajnáról szóló vélemények megváltoztatása, hogyan építsük újjá az országot, kreatív tervek, fiatalok ötletei, meg kell hallgatnunk a véleményüket, nézeteiket. A fórumon megvitatott kérdéseket nem véletlen folytán állították össze. Azok listája a fiatalok igényeiről és aktuális kérdéseiről készült tanulmánynak az eredménye, amelyet előzőleg az Oktatás és Tudományos Ifjúsági és Sportigazgatóság ifjúságpolitikai részlege végzett el.